Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, aktuális rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. Közokiratamisítás büntette és csalás kísérletének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen a 13. kerületi rendőrkapitányságon. A képen látható személy egy nem létező személy adatait felhasználva saját arcképével, személyigazolványt, lakcímkártyát, idegenes adókártyát készítetett, amellyel egy ingatlant kívánt értékesíteni. Kérjük, aki felismeri a férfit, hívja a 13. kerületi rendőrkapitányságot. A Szentendrei rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a lopás miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki több alkalommal tankolt az általa használt fehér gépkocsival, majd fizetés nélkül távozott. Kérjük, aki felismeri a férfi tud tartózkodási helyéről, hívja a Szentendrei rendőrkapitányságot. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntet gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen a debreceni rendőrkapitányság. Egy nő tett feljelentést a rendőrségen, mert ismeretlen személy eltulajdította a bankkártyáját, melyről több alkalommal pénzt vett le Debrecenbe és Budapesten. Kérjük, aki felismeri a személyt, hívja a debreceni rendőrkapitányságot. Eltűnési miatt folytatnak eljárást a komáromi rendőrkapitányságon Csorba Károly 42 éves tárkányi lakos ügyében. A férfi még májusban távozott otthonából, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Csorba 165 cm magas, 80 kg súlyú, áll a bal felszínén, kézfején, homlokán hegek láthatók. Kérjük, aki információval rendelkezik nevezett tartózkodási helyéről, hívja a komáromi rendőrkapitányságot. Az 5. kerületben lopás gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen, aki egy budapesti belvárosban található kerékpártárolóból kerékpárokat lopott. Az elkövető 60 év körüli szemüveges férfi, haja dús, ősz. Kérjük, aki felismeri a férfi tud tartózkodási helyéről, hívja az 5. kerületi rendőrkapitányságot. A szegedi rendőrkapitányság rablásbüntet gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki a Csongrád sugárúton levő egyik élelmiszerboltban késsel a bevétel átadására kényszerítette az alkalmazottat. A támadó a készpénzt a kasszából kivette, majd a helyszínről elmenekült. Kérjük, aki tud támadó, illetve az elkövetőről, hívja a szegedi rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra!